Tiszteletek, köszöntöm kedves nézőinket, köszöntöm beszélgető partnere dr. Türmen Gyulát, a munkáspárt elnökét. Elnök úr, egy korábbi rendeletből kiderült, hogy csak azok kapnak ingyenes orvosi ellátást, akinek a társadalombiztosítása rendezve van, vagy pedig előre kifizette a társadalombiztosítás díját. Ez nem vonatkozott az életmentő beavatkozásokra eddig. Mostantól a TB-ben nem rendelkező állampolgároknak egy súlyosabb beavatkozás, egy életmentő beavatkozás után viszont fizetni kell a beavatkozás költségét, akkor, hogyha 6 hónapig nem volt TB-járuléka. Ön szerint ez mennyire emberséges, vagy éppen embertelen eljárás? Hát kezdjük néhány fogalom tisztázásával. Ingyenes egészségügy Magyarországon nincsen. A munkavállaló, amikor dolgozik, akkor a fizetésének 7-7-es százalékát befizeti társadalombiztosításnak. Tehát bármit kapok én utána a kórháztól ellenszolgáltatásként, gyakorlatilag én már valamennyit fizettem. Egy fiatalember lehet, hogy kevesebb szolgáltatást vesz igénybe, egy idősebb meg nyilván többet vesz igénybe. Volt Magyarországon ingyenes egészségügyi ellátás, amikor egy fillért sem vontak le az ember fizetéséből. Ez volt 1988 előtt, azt a rendszert úgy hívták, hogy szocializmus, más szóval közösségi társadalom. Akkor nem volt bruttóbér, akkor nettóbér volt, megkaptuk a fizetésünket, és abban a fizetésből éltük. És akkor valóban a kórházban is minden másik ingyenesen, fizetés nélkül kaptuk meg az egészségügyi ellátást. A kapitalizmus azt hozta Magyarországon az elmúlt 30 évben, hogy így vagy úgy fizetünk az egészségügyért. Ha levonják a fizetésünkből, az ugyanolyan fizetés, mint hogyha valamilyen más módon történne. Ezen belül vannak embertelen dolgok. Nyilván embertelen az az eljárás, ha valaki rosszul lesz az utcán, beviszik a kórházba, és ha nincs biztosítása, akkor nem látják el, vagy utólagosan olyan összeget kérnek tőle, amit esetleg nem tud kifizetni. Mi ennek a vége? Hát ezt is tudjuk, az, amit Amerikában láttunk. Ugye a Hyde Parkban, meg az összes többi parkban földelték el a szerencsétlen embereket, akiket nem tudtak ellátni a magánkórházakban, meg egyébként sehol sem, és akinek a temetését is az állam is csak úgy vállalt el, hogy na elföldeljük őket a tömegsírba. Tessék kicsit körülnézni Magyarországon, sajnos itt az van kívül, hogy kapitalizmus. Ha ezt meg akarjuk változtatni, ha emberségesre akarjuk az egészségügyet tenni, ha azt akarjuk, amit egyébként a munkáspárt is mondta, hogy mindenki számára, mivel mindannyian emberek vagyunk, fizetés nélkül a legjobb egészségügyi ellátáshoz jussak hozzá, ahhoz el kell zavarni a kapitalistákat. Ugye azt mondják nekünk, hogy fogadjuk el az állam TB politikáját, de akkor hogy lehet azt megengedni, hogy fizetjük a TB-t, és ennek ellenére, amikor bajban vagyunk, akkor kénytelenek vagyunk a magánpraxisba menni, vagy pedig beállhatunk egy hosszú várólista végére, aminek aztán nem tudjuk, hogy valójában mi is lesz a vége. Ez a kormány nem privatizálta az egészségügyet, tehát a kórházak állami tulajdonban vannak, de nem költ eleget a kórházakra. Ennek az az eredménye, hogy nincs elég gép, nincs elég orvos, nincs elég semmi. Az emberek, hogyha megfelelő ellátást akarnak, akkor valóban vagy csúszópénzt kell adni, vagy pedig sorba kell állni. Ez a rendszer oda vezet, hogy kiszorítja a szegényeket, azokat, akiknek nincs pénzük, akinek meg van pénze, aki fizetőképes keresetet jelent, az meg megy az egyre támogatottabb és egyre szélesebben terjeszkedő magánegészségügybe. Sajnos ez a kapitalizmus tisztességtelen és embertelen. Még az egészségügynél maradva, de szorítkozva a koronavírus jelenségre, az ellenzék operatív törzset szeretne felállítani a Momentum. A párt szerint egy olyan nemzeti sorskérdésben, mint amilyen a koronavírus válság, közösen kell az ellenzéknek fellépnie. Az ellenzéki párt azért úgy gondolja, hogy a magát demokratikusnak tartó pártok egy ellenzéki operatív törzset állítsanak fel. Nem minden megszólított párt áll be a sorba, például az LMP az egészen más nézetet val. Idézem a válaszukat.
óvaintenék az ellenzéket attól, hogy ugyanazt tegye, és partner legyünk a Fidesznek abban, hogy politikai kérdést csináljunk egy olyan kérdésből, ahol a pont az ellenkezőt kéne tenni. Nem tudom, elnök úr, akkor ön szerint szükséges a járványból politikai kampányt csinálni? Részben a járvány azért van, mert van egy betegség, ezt a betegséget az emberiség egyelőre nem tudta legyőzni. Hát folynak az erőfeszítések, keresik a vakcinát, a gyógyszereket, de egyelőre még a szájmaszknál jobbat senki se talált ki. Amikor le kell küzdeni egy betegséget, akkor annak kell ezt a folyamatot vezetni, akinek erre joga, lehetősége, gyakorlati lehetősége van. Ez pedig minden országban a kormány. Szeretjük azt a kormányt, nem szeretjük, támogatjuk, nem támogatjuk, rászavaztunk, vagy nem szavaztunk rá, mindegy. Amikor háború van, amikor járvány, akkor egy valakinek kell a vezérkar feladatát ellátni, utasításokat adni. Aztán, amikor majd vége a háborúnak, akkor lehet elbírálni azt, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Majd a 2022-es választáson elmondhatja az ellenzék, hogy szerintünk nem jól kezelték, vagy jól kezelték a válságot. Tehát teljesen értelmetlen az, amit az ellenzékiek mondanak. A háborút és a járvány elleni küzdelmet az természetesen egy helyről kell, és az az állam, aki ezt az egy helyet meg tudja valósítani. Én az ellenzéknek más mondanék. Az ellenzék néhány városban, meg néhány budapesti kerületben hatalma van. Hát akkor tessék szívesen gondoskodni az ott lévő polgárokról. Tessék szívesen tisztaságot tartani. Én a Józsefvárosban lakom, a KOSZ már kiütközik minden utcán. A növények fölverik most már a járdákat. Rendezetlen a budapesti Józsefvárosi kerület. Hát akkor rendet kell teremteni. Vagy a főváros. Hát most ne nyavajogjanak arról, hogy mi van a pesti úti idősek otthonában, hanem tegyenek rendet, küldjenek oda orvosokat, tisztítsák meg, tartsák meg a városi működését. Tehát ezért választották meg őket, ne politizáljanak, ne üzengessenek, hanem dolgozzanak. Visszatérve előző témánkra, érdekes válasz volt az LNP. Akkor most jó irányba, vagy rossz irányba kezeli a kormány a kialakult helyzetet? Ezt az embereknek maguknak kell eldönteni, hogy jó ez az irány, vagy nem jó ez az irány. Én azt gondolom, hogy Magyarországon 601 néhány ember halt bele egyelőre a koronavírus betegségben, és az ezzel összefüggő betegségekben. Ez nem sok. Európai ország többségénél jóval több áldozatot produkál. Szabadon mozgunk az utcán. Viszonylag kevés olyan embert ismerünk, aki valóban megbetegedett. Tehát ezek szerint a megelőző intézkedések azok helyesek voltak. Persze most már tavaszhoz képest látjuk azt, hogy ha lettek volna Magyarországon járványkórházak kellő számban, akkor nem kellett volna 10 000 számra leállítani a tényleges kórházi ágyakat, és sok embernek azt mondani, hogy jöjjön vissza 3 hónap múlva, mert 3 hónapig nincsen tüdőszűrés, meg nincs egyéb normál betegséggel kapcsolatos rendelés. Hát szerencsére ez most nincs. Hát ezeket a következtetéseket kell levonni. Abba pedig mi azt mondjuk, hogy hát ha azt mondják, hogy vegyük fel a maszkot, akkor vegyük fel a maszkot. Javaslom, menjünk egy kicsit külföldre. Másodszor is Nobel-díjra jelölték Donald Trumpot. Először az Egyesült Arab Emírségek és Izrael megbékéléséért, másodszor Szerbia és Koszovó viszonyának rendezéséért javasolták őt erre a díjra. Nem tűnik egy kicsit abszurdnak, hogy egy olyan állam vezetőjét jelöltek egy ilyen díjra, aki ő maga is, de az országa is más országban provokálnak ki belviszályokat, szállnak meg, illetve szankcionálnak országokat, lásd Afganisztán, Irak, Venezuela, Szerbia, de lehetne még a sort folytatni. Amit Amerika csinál, ez nagyjából olyan békétés, mint amikor a áruházba bemegy az édesanyja egy fegyelmezetlen gyerekkel. És akkor akad ott egy áruházi pszichológus, félrehívja a gyereket és mond valamit neki. Mire a gyerek csöndben marad és 2-3 órát a mama nyugodtan, békében vásárolt. Aztán kiderül, hogy semmi más nem mondott neki, hogyha nem fogod be a szádat, akkor szétrugom a fenekedet. Szóval Amerika ma erőszakkal ráerőlteti az elképzeléseit a Közel-Keletre is, és a Balkánra is. Vagy megveszi ezeket az államokat pénzzel, vagy pedig kilátásba helyezi, hogyha nem kötik meg a békeszerződést,
ha nem állapodnak meg az ellenfeleikkel, akkor egyszerűen azt a rendszert megbuktatják. Ez van a Balkánon is, ez van a Közel-Keleten is. Ezért nem jár Nobel-békedíj, semmiképpen nem adnak. És nem adnék Nobel-békedíjat olyan országvezetőinek, akik egyébként háborút folytatnak Szíriában, Afganisztánban, a Balkánon, akik egyre több katonát küldenek a kelet-európai térségekre, akik valóságos háborúra készülnek. Oroszország és Kína most nyilatkozott ugye az amerikai légierő új főparancsnok, aki egyébként az első néger ezen a poszton, és nem kevesebbet jelentett ki, hogy itt egy új háborúra kell készülni Kínával és Oroszországgal, de figyeljünk oda, mert ez a háború már nem olyan lesz, mint az elmúlt évtizedekben, még esetleg vissza is lőnek, és eltalálhatják Amerika területét is. Ne adjunk Nobel-békedíjat. Ha már szóba jött Amerika, mit szól az elnök úr, hogy Magyarországon, Budapesten George Bush-nak akarnak szobrot állítani? Hát nézd, mi sok mindenben támogatjuk a magyar kormányt, és ezt többször el is mondtuk. Tehát ami jó, azt érdemes támogatni. De ezt nem támogatjuk. Ez rossz. Ez rossz, udvariatlan, tisztességtelen. Tisztességtelen azokkal az emberekkel szemben, akiktől elvették a szocializmus 30 évvel ezelőtt, és amiben Bush, illetve az Egyesült Államok akkori vezetése óriási szerepet játszott. De szembe köpjük tulajdonképpen önmagunkat is, önmagunkat, akik büszkék vagyunk a függetlenségre. Most miért kell az amerikaiak fenekét nyalni? Miért kell? Hogy jön ide egy buszszobor Budapestre? Van már egy régen szobor, most még egyet. Most ha csak nem arról van szó, hát megnéztem direkt, hogy hol van buszszobor, melyik államok állítottak eddig buszszobrot, hát leszámítva az Egyesült Államokat, ahol szintén nincs sok, egyetlen igen fejlett és igen gazdag országban van George Bushnak szobor, ez pedig úgy hívják, hogy Albánia. Hát hogyha Albániát akarjuk lehagyni, akkor nem nagyon tudunk igazából előre haladni. Én ízléstelennek tartom a magyar kormánynak ezt a lépését, és azt meg főképpen ízléstelennek, hogy ezt a nyilatkozatot a miniszterelnökséget felügyelő miniszter és az amerikai nagykövet együtt adta ki. Neki aztán mi a fene köze van hozzá, hogy mi magyarok kinek állítunk szobrot. Köszönöm szépen a válaszát. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, javaslom. Kövessenek minket továbbra is az interneten. Ha kérdésük van, írjanak e-mailt a 10 perc Türme Gyulával, kacmunkáspár.hu e-mail címre. Addig is várom önöket továbbra is az interneten. Viszontlátásra!